Kezdődik a Happy Day. A Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlan. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a Hitrádióba. Emeljük fel a Bibliánkat, Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy ez a könyv az Isten igéjének az irat formája. és hiszem, hogy a szent élek az, aki megeleveníti Isten igéjét, és beülteti a szívünkben, mert Jézus Krisztus halálával, eltemetkezésével, föltámadásával egyéb álltam, és a régiek elmúltak. És új ember vagyok, új teremtés vagyok. És nincs kőszívem már, hanem húsz szívem van, amelynek a táblájára Isten törvényebe van írva. És hiszem, hogy az új szövetség nem a betűnek a szolgálata, hanem a szellem szolgálata, mert a betű öl, de a szellem elevenít. És hiszem, hogy a szent szellem az, aki mai napon is, Megelevaníti a szívemet, lelkemet, testemet, hogy Istenek a beszédét meg tudjam érteni, és meg tudjam cselekedni. A Jézus nevében, Ámen. Kélek benneteket, hogy foglaljatok helyet az Úr Jézus nevében. Most tehát hozzákezdek Jeremiás könyvének a 35. részéhez, és olvasom a 38. fejezetig. Az a beszéd, amelyet szólott az úr Jeremiásnak, Jójákimnak, Jósiás, Juda királyának fiainak idejében mondván. Menj el a Rékábíták házához, és szólj velük, és vidve őket az úrházába, a kamrák egyikébe, és adj nékik bort inni. És mellén vevém Jaazániát, Jeremiásnak fiát, aki fia volt Habasániának, és az ő rokonait, és minden fiait, és a rékábíták egész házanépét. És bevittem őket az úrházába, a hanám fiainak a kamrájába, aki Igdaliásnak az Isten emberének fia volt, amely a fejedelemnek kamrája mellett volt, Mahaásiásnak, Sallum fiának kamráján felül, aki az ajtónak őrizője volt. És a rékábíták házanépének fiai elé borral telt kancsókat és poharakat tettem. És ezt mondtam nekik. Igyatok bort. És feleltek. Nem iszunk bort. Mert Jónadáb, Ríkábnak Rékábnak fia, ami atyánk parancsolta nekünk mondván, ne igyatok ti bort soha, se a ti fiaitok. Se házat ne építsetek, se vetést ne vessetek, se szőlőt ne ültessetek, se ne tartsatok. Hanem sátorokban lakjatok teljes életetekben, hogy sok ideig éljetek-e földnek színén, amelyben ti jövevények vagytok. És hallgattunk Jónadábnak, a rékább fiának, ami atyánknak szavára mindabban, amit parancsolt nekünk, hogy teljes életünkben bort ne ígyunk mi, ami feleségeink, ami fiaink és ami leányaink. Se házakat ne építsünk, hogy azokban lakjunk, se szőlünk, se mezőnk, se vetésünk ne legyen nekünk. Hanem lakozzunk sátorokban, hallgattunk azért, és az cselekedtünk, amint nékünk Jónadáb, ami atyánk megparancsolta vala. Mikor pedig feljöve Nabukodonozor a babiloni királya földre, akkor ezt mondánk. Gyertek el, menjünk be Jeruzsálembe a káldeai sereg előtt és a szíriabeli sereg előtt, és Jeruzsálemben lakoztunk. És szól az úr Jeremiásnak mondván. Így szól a seregek ura, az Izrael istene. Menj el, mondd meg a Júda férfiainak és Jeruzsálem lakósainak. Nem veszitek é -e fel az intést, hogy hallgassatok az én beszédeimre? Azt mondja az Úr. Jónadábnak a rékább fiának intései teljesedtek, amelyekkel megparancsolt az ő fiainak, hogy bort ne igyanak, és mindez ideig sem ittak bort, mert hallgattak az ő atyuk parancsolatjára, én is szóltam nektek, szóltam pedig jó reggel, de nem engedtetek nekem. És elküldtem hozzátok minden én szolgámat, a profétákat, és pedig jó reggel küldtem mondván, kérlek, ki, ki térjen meg az ő gonosz útjáról, jobbítsátok meg cselekedeteiteket, és idegen Istenek után ne járjatok, hogy nekik szolgáljatok, és lakoztok a földön, amelyet nektek és a ti atyáitoknak adtam de fületeket sem hajtottátok rá, és nem hallgattatok rám. Mivel, hogy Jónadávnak, a rékább fiainak fia teljesítik az ő atyuknak parancsolatját, amelyet parancsolt vala nekik, en pedig nem hallgat rám, azért ezt mondja az Úr, a seregek istene, az Izrael istene. Íme én rábocsátom Júdára és Jeruzsálemnek minden lakóira mind a ma veszedelmet, amelyről szóltam nekik. Azért, mert szóltam nekik, de nem hallották. Kiáltottam nekik, de nem feleltek. A rékáviták házának pedig mond a Jeremiás. Ezt mondja a seregek ura, az Izrael istene. Mivel, hogy hallgattatok Jónadábnak, a ti atyátoknak parancsolatjára, és megtartottátok minden parancsolatját, és úgy cselekedtetek, amint meghagyta volt néktek, azért ezt mondja a seregek ura, az Izrael istene. Nem fogyatkozik el Jónadábnak a rékább fiának maradéka, aki előttem álljon mindenkor. És Jójákimnak a Jósiás fiának, Júda királyának negyedik esztendejében is szól az úr Jeremiásnak mondván. Végelő egy könyvet, és mind írd bele a szókat, amiket én szóltam néked az Izrael és Júda ellen, és minden nemzet ellen, a naptól fogva, amelyen szóltam néked a Jósiás ideje óta minden napig. Hát, ha meghallja a Júda háza mindazokat a veszedelmeket, amelyeket én néki szerezni szándékozom, hogy kiki megtérjen az ő gonosz útjáról, és megbocsássam az ő bűnüket és vétküket és előhívá Jeremiás bárukot, a Néria fiát, és megírta a báruk a Jeremiás szája után a könyvbe mindam a szókat, amelyeket az Úr szólott néki. És parancsolta Jeremiás báruknak mondván, Én fogoly vagyok, nem mehetek be az Úrházába, azért te menj be, és a könyvből, amelyet az én számból írtál, Olvasd el az Úrnak szavait a népnek hallatára az Úrnak házában bőti napon, és az egész Júdának hallatára, akik felgyűlnek az ő városaikból, olvasd el nékik. Hát, ha az Úr elé száll könyörgésük, és mindenki megtér az ő gonosz útjáról, mert nagy az Úr haragja és felháborodása, amelyel szólott az Úr e nép ellen. Báruk pedig a Néria fia mind a szerint cselekedék, amint néki Jeremiás próféta megparancsolta, elolvasván a könyvből az úrnak szavát az úrnak házában. És Jójákimnak a Jósiás fiának, Júda királyának ötödik esztendejében, a kilencedik hónapban, bőtre hívták fel az úr elé az egész Jeruzsálem népét, és az egész népet, amely Júda városaiból jött fel Jeruzsálembe és elolvasá báruk a könyvből Jeremiás beszédeit az úrházában Gamáriának, az írástudó Sáfán fiának szobájában a felső pitvarban, az úrháza új kapujának nyílásában az egész nép hallatára. És hallá Mikeás Gamariának, a Sáfán fiának fia az úrnak minden beszédét a könyvből és lement a király az írás tudó szobájába, és íme ott ültek mind a főemberek, Elisám az írás tudó, és Dalajás, Semájának fia, és Elnátán Agbornak fia, és Gamária Sáfának fia, és Sedékiás Hanániásnak fia, és a többi főember is. És elbeszéli nékik Mikeás mindazokat, amelyeket hallott a könyvből, amikor olvasá báruk a nép hallatára. Azért elküldték mind a főemberek Jehudit, aki Nátániának fia volt, aki Selámiának fia volt, aki Kúsinak fia volt, Bárukhoz mondván, a könyvet, amelyből olvastál a nép hallatára, és jövel. És kezébe vette Báruk, a nérja fia a könyvet, és elment hozzájuk. És mondának néki. Ülj le csak, olvasd azt a mi fülünk hallatára. És elolvasta báruk fülük hallatára. És amikor meghallották minde szókat, megrettenve tekintettek egymásra, és mondának báruknak. Bizony megjelentjük minde szókat a királynak. Bárukot pedig kérdezék mondván, jelentsd meg csak nekünk, mi módon írtad minde szókat az ő szájából és mondanékik báruk. Szájával mondotta nékem minden szókat, én pedig beírtam meg könyvbe tintával. És mondának a főemberek báruknak, menj el, rejtőzzél el te és Jeremiás, és ne tudja senki, hol vagytok. És elmentek a királyhoz a pitvarba, és letették a könyvet az írás tudó Elisámának a szobájában, és elmondák minden szókat a király hallatára és elküldé a király Jéhudit, hogy hozza el a könyvet. Azért elhozá azt az írás tudó Elisámának szobájából, és elolvasta az Jéhudi a király hallatára, és mindam a főemberek hallatára, akik a király előtt álltak. A király pedig a téli házban ült a kilencedik hónapban, és a tűz éget előtte. És amikor Jéhudi három vagy négy levelet elolvasott, elmetélte azt az írás tudónak késével, és a tűzbe hajította, amely a tűzhelyen volt, míg nem az egész könyv megégett a tűzben, amely a tűzhelyen volt. Nem rettentek meg. Sem ruhájukat nem szaggatták meg a király és valamennyi szolgája, akik hallották minden szókat. Sőt, még Elnátán is, és Delája, és Gamária kérték a királyt, hogy a könyvet ne égesse meg de nem hallgatott rájuk. Hanem meghagyta a király Jerék Máelnek, a Hamélek fiának és Sérajának, az Azriel fiának és Selémiának, az Abdeiel fiának, hogy fogják el bárukat az írástudót és Jeremiás prófétát. de az úr elrejtette őket. Szólt pedig az úr Jeremiásnak, miután a király megégette a könyvet és a beszédeket, amelyeket Báruk a Jeremiás szájából írt mondván. Térj vissza, Végy magadnak más könyvet, és írd bele mind az előbbi szókat, amelyek az előbbi könyvben voltak, amelyet Jójákim a Júda királya megégetett. És Jójákimnak a Júda királyának mondd meg, ezt mondja az úr, te égetted meg a könyvet mondván, miért írtál ilyen szókat bele? Bizonyosan eljön a babiloni király, és elveszti -e földet, és kipusztít belőle minden embert és állatot? Ezért ezt mondja az úr Jójákin felől, a Júda királya felől? Nem lesz néki, aki a Dávid székébe üljön, és az ő holteste elvettetik nappal a hévre, éjszaka pedig a délre és megbüntetem őt, és az ő magvát, és az ő szolgáit az ő bűneikért. És rájuk bocsájtom, és a Jeruzsálembeli polgárokra, és Júdának férfiaira mindazt a veszedelmet, amelyről szólottam nekik, de nem hallgattak meg. Azért más könyvetvőn Jeremiás és azt Báruknak, az írás tudó Néria fiának, és beírá abba a Jeremiásnak szájából minden szavát annak a könyvnek, amelyet Jójákim, a Júda királya megégetett tűzben. És több dolgot is írtak bele, hasonlókat az előbbiekhez. Oh, happy day. Oh, happy day. Következik német Sándor napi üzenete. Nézzünk meg két igét ezzel kapcsolatosan. Erre azért szeretném felhívni a figyelmedet, hogy van az Isten elhívása a döntő minden esetben, van, amit a, 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 szellemi ajándékokat lehet kívánnod, az Pálapostól buzít erre, hogy kívánjátok a szellemi ajándékot, de a szolgálati ajándékoknál más a helyzet, az Isten osztogatja az ő elhívásának megfelelően, ott nem kíván, három kívánság alapján történik a jutalomosztás, hanem ezt valahogy Isten adja, vagy nem adja. És ezen a területen Isten nem mondja az embereknek, hogy kívánják, és szed magad mozgalomot hozzanak létre, hanem itt arról van szó, hogy ezt, ezt az Isten dönti el mert Jézus Krisztus által helyezi az egyházba ezeket az ajándékokat, tehát senki nem tudja fölemelni magát. A fölemelést tudjátok Lucifernek a tevékenysége, illetve Lucifer személyiségének a jellemzője. Bár ósző, illetve a korai egyházban is voltak ilyen problémák, 2 Korintus 11, 13, 15. versakban erre van utalás, mert az ilyenek, hamis apostolok, állnak munkások, akik Krisztus apostolaivá változtatják át magukat, nem is csoda, hisz maga a sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. Nem nagy dolog azért, hogy az ő szolgái is átváltoztatják magukat az igazság szolgáivá, akiknek végük az ő cselekedeteik szerint lésett. Mert csak Isten azokat a dolgokat tudja, De arra ad kegyelmet, amire elhívott bennünket, ha olyan dolgokat akarunk cselekedni, amire nem adott elhívást, és mégis meg akarjuk tenni, akkor az erőfeszítéseinknek az eredménye kudas lesz. Isten pedig nem kudasra hívott el, hanem sikerre. A siker titka pedig az, hogy a személyedre vonatkozó dolgokat kell megcselekedned. Azt meg tudod tenni, mert Istenek a kegyelme, nek az ajándékai a személyedbe vannak belehelyezve, vagy bele fogja helyezni az Úr ezeket az ajándékokat a jövőben, az életedbe, hogy meg tudja tenni azokat a dolgokat. De ha például nem hívott el a csodatevőnek az Úr, nem rendelt az egyházba, akkor akárhogy is akarsz csodatevő lenni, az imáidat kísérheti csodák, de az egy más dolog, hogy valaki csodatevő, eh, aján, eh, csodatevő eh, szolgálata van az egyházban. Ugyanígy a profétai szolgálata rászállhat még a szamára is, egy, eh, a profétálás ajándéka, Bálám szamara tudott profétálni, eh, tehát miért ne tudna? még hitetlen emberre is rászállni a Szentlélek, és rajta, szólni, rajta keresztül szólni a Szentlélek. Erre volt példa. Én, nekem is szólt az Úr világi embereken keresztül, nagyon bűnös embereken keresztül is szólt az Úr hozzám. Azonnal levettem azt a mondatot, amit öntudatlanul mondott ki, hogy ez nekem szól, és azonnal a szellemem jelezte. Hogy ez az ember most nem tudta, hogy mit beszél, de te tudod, hogy mit beszél, és ez fontos számodra, hogy ezt a mondatot hallottad. Tehát használja. De egészen más, hogyha valaki belép egy profétai tisztségbe, mert az a tisztséghez tekintély járul, és a tekintélynek az illegális megragadása, ahogy mondtam, az maga a lázadás ezen a területen, és eleve egy ilyen embernek nem tud Isten népével egy harmonikus, kiegyensúlyozott kapcsolata lenni. Tehát nem azért utasítják el, mert olyan nagy proféta, hogy a kijelentését nem érték, de hogy is nem érték. Azok a blablákat nagyon is jól tudják, mindenki érti, hogy semmit nem ér értéktelen hülyeség, csak ő feltételezi, hogy valami nagy üzenet van benne és ez az oka annak, hogy folyamatosan elutasításba részesül. Tehát ezért nem menjünk bele olyan tisztségekbe, olyan szolgálatokba, ami miatt elutasítanak bennünket, mert érzik, hogy nagy a kabát, nagy a cipő. Ezért ne lépje se a cipő mellé, se a nagy cipőbe, Se si a nagy kabátot ne vegyél magadra, Isten ö, ö, ott fönn olyan ruhát szabott neked, olyan köntös szabott neked, amely a teméretet. És nem kell másnak a ruhájába belebújni. Tudod nagyon jól, Dávid, amikor először belebújt, mint kezdő, ö, harcos, ö, ö, bár nem ő tehetett erről, hanem fölkínálta neki a saula ruháját, és belelépett a, a, a Saulnak a harci ruhájába, hát semmi állt, semmi nem állt jól rajta. Se, a, se a, 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 a köntöse, se a cipője semmi. Meg se tudott mozdulni benne. És úgy, hogy gyorsan dávid intelligens ember volt, tudta nagyon jól, hogy ez nem, az ő, ez nem ő, ez a Saul. Ő neki dávidnak kell lennie, ő neki dávidként kell beteljesíteni Isten tökéletes akaratát. Úgyhogy visszaöltözött pásztor fiúnak, és letette a Saulnak a kardját, amivel két kezével se tudta volna cipelni magával. Ezért a öt kis kavicskák, kavicsokhoz pedig nagyon jól értett, és ezért öt kavicsot ki felvet, kiválogatott a földből, fölvette és tulajdonképpen, hát nem volt tulajdonképpen, hanem ténylegesen ezzel győzte le góliátot. De biztos vagyok benne, hogy a Saul kardjával vereséget szenvedett volna. Mi a tanulság? Hogy azt használt, azt az erőt, azt azokat az ajándékokat használt, amit neked adott az Isten. Azzal tudsz jól sáfárkodni. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv. Jézus a feltámadás és az élet. Isten segítsen minket eljutni ide. Akkor jutunk el ide, ha tudjuk, hogy az, aki eljött, azért jött, hogy fehérré tegye bennünket, mint a hó. Olyan tisztává és szenté, mint ő maga, hogy bátorsággal járulhassunk a kegyelem trónszékéhez. A bátorság az ő szentségében van. A bátorság, az ő igazságosságában van. A bátorság az ő igazságában van. Nem lehet bátor hited, ha nem vagy tiszta. Milyen áldott ige ez, az ő szenvedéseiben való részesülésemet? Milyen áldott ige ez, az ő szenvedéseiben való részesülésemet? Ne felejtsd, ha nem érint meg bennünket ez a fajta részesülés, alig ha lesz sok erőnk. Mi segítette Jézust, amikor meglátta az elszáradt kezet, amikor meglátta az asszonyt, aki semmilyen emberi bölcsességgel nem tudott segíteni magán? Amikor az Úr szelleme rád fuval, darabjaidra hulsz, majd felépülsz. Jézus Isten teljességével betelve, az Atya dicsőségében jött el. Ezt Isten tervezte el, még a világ megalapítása előtt. Nagy szeretettel volt a félénk, gyámoltalan emberi nem iránt. Minden sötétsége és visszataszító bűnei ellenére, és úgy szeretett, hogy megváltott minket. Isten adjon olyan részesedést az ő szenvedéseiben, hogy amikor látunk egy rákbetegséggel megvert embert, addig imádkozzunk, amíg a rák gyökerei el nem halnak. Hogy amikor meglátunk egy lebénult maga tehetetlen szemét, aki olyan erőtlen, akkor adjon Isten olyan könyörületességet és a szenvedéseikben való együttérzést, hogy feloldja nehéz terheiket és megszabadítja őket. Milyen gyakran megtörténik, hogy elszalasztjuk a győzelmet, mert a kellő pillanatban nincs megbennünk az úr könyörületessége. Nem hagyjuk, hogy annyira megtörjön a szívünk, hogy végigcsináljuk a dolgot. Oh, happy day. Best of Hit Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a Hit rádiónak a hallgatóit. Ez itt a Szabadság Rabjai című műsor. Amelynek célja, hogy olyan személyeket mutassunk be, akiknek valamilyen módon köze van a börtönszolgálathoz. De ami még fontosabb, hogy az életük, a sorsuk az bizonyság arról, hogy Isten milyen jó, hogy a názereti Jézus a ma is lehet találkozni, és ő meg tudja változtatni az embernek az életét, tud értelmet adni az ember életének, meg tudja szabadítani az embert, ha erre szüksége van. Én korompai Márk vagyok itt van velem műsorvezető társam és kedves barátom, a Híd egyik lelkésze, Sárközi György. Szia Gyuri! Szervusz már, köszöntöm a Szervusz. kedves hallgatókat, szeretettel, tisztelettel. Gyuri, barátomként mutattalak be, és a Híd egyik egyik lelkészeként amit te csinálsz, az a reménység üzenetének a hirdetése a reménytelen helyeken, ugye? Veled együtt, <laughs> azt hiszem, de igen. <laughs> bemegyünk a börtönökbe, és a foglyoknak a szabadságot, a szabadulást hirdetjük, bemegyünk a kórházakba, és a betegeknek a gyógyulást hirdetjük, és úgy általában minden embernek azt hirdetjük, hogy Jézus Krisztusra van szüksége. A mai műsorunk vendége, Ruha Lajos, akinek az életéről, az Istennel való találkozásáról, szolgálatáról fogunk beszélgetni. Köszöntünk a stúdióban. Szia Lajos! Szerbusztok, és nagyon köszönöm a meghívást. Óriási megtiszteltetés, hogy közöttetek itt a stúdióban lehetek, és hogy azokról a dolgokról bizonyságot tudok tenni, amelyek által megváltott engemet a názereti Jézus Krisztus és hát kérem is az Urat és a Szent Szellemet, hogy azok a dolgok jöjjenek fel bennem, amelyek tényleg épülésére lesznek a hallgatóságnak. Köszönöm még egyszer a meghívást. Mi is örülünk, hogy itt vagy, és kíváncsiak is vagyunk. Mesélje arról, hogy hogy nőttél fel, hol nőttél fel, hogy találkoztál, és mikor Istennel. Hát az Istennel való találkozásom az hát az életemnek a talán a derekán történt, nem igazán a fiatal koromban, ahol ott most így visszaemlékezve végigkísérte az életemet, mert nagyon sok mindenből, nagyon sok szituációból kimentett, megmentett, de ezt már csak utólag láthatja az ember, ezt már csak utólag látom, Úgyhogy akkor, akkor ezt úgy éltem meg a fiatal ö, életemben, hogy ez a sors keze, így alakulnak a dolgok. De most már tudom, hogy a cél az volt, hogy az Úr elhívjon, és hogy esetleg itt legyek, és erről bizonyságot tudjak tenni. Szűk szavakban annyit tudnék mondani a fiatalságomra, hogy teljesen normális. Ö, Családi háttérből jöttem, idézőjelbe vett normális, tehát azért voltak, mondjuk édesapám az alkoholfüggő volt, de már nem normális akkor? Hát akkor már nem normális, de én a világi szempontok lehet, hogy szerint. Tehát nem volt annyira gázos a dolog otthon, hogy nekem otthonról el kellett volna menekülnöm, vagy kicsaptak volna otthonról. Tehát akarták, hogy tanuljak, általános iskolát normálisan elvégeztem, jó tanuló voltam ételem, italom megvolt, jó, a nyolcadik kerületbe uh -huh. nőttem föl, mai napig is ott vagyok, ott lakom, úgyhogy a 8. kerületnek a ízét és a bűzét is. A romantikáját. A romantikáját, így van, <laughs> így van. Különleg a 80-as, 90-es években. Így van, igen, igen. én akkor a voltam mozgalmasabb uh -huh. fiatal életű, úgyhogy érettségiztem, kereskedelmi és vendéglátóipari iskolát végeztem, dolgoztam, mm. mint először, mint eladó, aztán hosszú ideig voltam üzletvezető, kereskedelmi cégeknél, élelmiszeriparban, aztán aztán vendéglátóegységekben voltam, bizalmi ember, tehát megtanultam ezt a szakmát és elég jól is csináltam. És ennek a szakmának a, azt az oldalát is, ugye vendéglátás 80-as, 90-es évek, tudjuk, hogy azért ott elég hamar megtanítják lopni a... Igen, vennel. igen, igen. Hát ez, ez valahogy valahogy úgy jött hogy magával, igen, egymást tanították a kollégák, meg egymást néztük, és a lehetőségeket, igen, lehetőségeket észrevettük, és hát volt. Tehát végig És éltetek volna, vagy hát visszaértetek. Visszaértünk, tehát így van, így van, így van sajnos. Szóval ez, akkoriban ez, ez, ez okozott neked bármilyen felelkismert fordalást? Akkoriban nem. Akkoriban abszolút élveztem a szituációt, tehát megtérésem előtt ez, ez nekem, meg hát a környezetben is az volt a, az volt a, a király, aki nagyobb lét tudott húzni. Tehát akár a munkából, akár munkán kívül. És még ez, még te csak munkából. Tehát... Ö, először csak munkából, igen. Itt a vendégek voltak, nem <coughs> csak vagy e, is? Is is. És A cég is. Cég is, a vendég is. Ráadásul. Igen, igen, igen. Valami igen, valami igen. igen. Tehát, ami akkor nem volt ilyen adózás, de gondolom, hogy fel kellett írnia. Igen. Amit, tehát a lényeg az volt, hogy ami kiskaput láttam, azt én megragadtam, és elég hamar, elég hamar észrevettem azokat a dolgokat, ahol ahol pénzhez lehetett ö, ö, hozzájutni ö, illegális módon. Érdekes, hogy pedig otthon ezt nem láttad azért a szüleitten. Hát, de láttam. Láttam. Akkor ez normális a család. Nem ezt volt normális én, a normális. én az, az egész, tehát az egész megtérésem előtti időszakot egy ilyen általános normális idézőjelbe vett, általános normális fogalomként, vagy, vagy meghatározásként használom, mert hát a, a szocializmusban az teljesen normális volt, hogy az emberek a, a munkahelyükről, hozták, építették a kis házukat, stb. stb. Ezt láttam, ezt így még tanították is, hogy hogy lehet ezeket Igen. csinálni, és hát szóval ezért mondtam azt, hogy normális. Egyébként nem normális, természetesen nem normális. Hát az tudjuk volna, hogy az átkos rendszert először elemezzük, illetve a fő vonalait meghatározunk, és ahhoz két, oké, okay, vendéglátás után. Hát az általában a vendéglátásra szokott egy trambolin lenni a vendéglátás nagyobb gazemberségekhez. Igen, vendéglátáson belül nagyon sok kapcsolatom született, vendégek, barátok, aztán igazából az, a, a legtöbb kapcsolat akkor lett, amikor saját vállalkozást csináltam, ez ilyen 20 éves környékén volt, 28-27-28 éves kor környékén, kifőzdét csináltam, borozót ö, 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 vezettem, akkor volt zöldségüzletem, tehát mindenféle dologba belevágtam a fejszémet, és és hát elég sikeres volt, tehát jó menő üzletek voltak. Az volt a probléma, hogy igazából nem foglalkoztam az üzletekkel, mert nagyon jött a pénz már az elején, és egy olyan társaság verődött körém, akik könnyebben szerezték a pénzt, és én ennek a tagjává váltam barátságok szövődtek, és így a vállalkozás mellett én még eljártam velük haknizni. Ja, az is a 80-as évek egyik igen. hogy hát, a bűncselekményeket igen. Nevezték, igen. betörések, stb. Igen. Tehát akkor elég jól kerestél, akkor mégis mi szükséged volt rá? Mert egyszerűen egyszerűen tetszett az, hogy, hogy láttam milliókat rögtön. És Nekem is lehetett volna ekkora összegem, hogyha normális munkával, gyűjtögetve, odafigyelve, stb. stb. összerakom ezt a, ezt a pénzt, csak én nekem ez nem volt türelmem. Úgyhogy tetszett az, hogy, hogy csinálnak egy bulit, és akkor nagy pénz van táskában. Ezeknek a bűncselekményeknek elkövetése azért az, az egy. Az egy olyan izgalmat, vagy hát nem is tudom, hogy fogalmazzam, hogy egy olyan, tudod pontosan azt, hogy, hogy rosszat követsz, tehát egy idegen ember lakásába az ő megspórolt, vagy Igen. megdolgozott, javai, tisztességes emberek, jó feltételezve, és ezeknek elvinni a pénzüket. Tehát ez egy, mit váltott ki? Ez hogy érted ezt meg lelkileg? Az az igazság, hogy, hogy a váltás az, az nekem nagyon éles volt. Én abszolút el se tudtam volna képzelni, hogy én ilyen be, ilyent, ilyet meg tudok tenni. Abszolút nem volt a fejembe, tehát nem mozogtam ebben egyáltalán. Úgy Úgymond, még naív is voltam ezzel kapcsolatban, semmilyen ilyen gondolatom nem volt. Ami meghatározó volt ebben a, az, ebbe az útba, ebben a tévútban, az, hogy én megismerkedtem a drogokkal. És rögtön az első alkalommal, amikor én láttam a barátaimat, hogy be vannak lőve, akkor én is akartam abból. Nekem százszázalékosan bejött rögtön, sajnos. Milyen fajta drogot használtál? Először LSD LSD volt, jó, aztán... Jó halucinogén. Igen, LSD volt, aztán... Akkor ilyen mikrotripnek hívták, ilyen kis kavics, akik használták, azok biztos tudják, most már nincs nagyon forgalomba, azt hiszem, Na mondjuk nem is kutattam mostanában, úgyhogy <gül> <gül> nem tudom a kínálatot, de utána, ami, ami, tehát utána kipróbáltuk a hasist, a füvet, az annak mm. nem igazán voltam, és akkor jött a, az amfetamin, a speed. És akkor a speed úgy jött, hogy először szívtuk, aztán utána vénásan. És, és olyan jellembeli torzulást okozott bennem, de egyik pillanatról a másikra, hogy még időm sem volt felfogni, hogy én anno én ezt nem, ezeket a dolgokat meg sem fordult a fejembe, tehát így jött magával. Egyszerűen egyszerűen egy teljesen más ember lett belőlem. Egy, ö, egy, egy idegen, egy ilyen lelketlen, érzéketlen, egoista. Az összes rosszat el tudom mondani, ami, ami, amit, amit tudott okozni a, a kábítószer. Tehát ö, olyan szinten megváltoztam, hogy még tehát a a, a szüleimnek, a szüleimnek óriási ö, ö, Meglepetés volt, hogy hogy ilyen ö, csalódás. Ö, csalódás is. Igen. Ö, napokig nem voltam otthon. Ö, Hány anyam, éves voltál ekkor? Hát ilyen 28, 27, 28, akkor kezdtem el, és ez tartott majdnem 40, 42, 41, 42 éves koromig. 43, 43 éves koromig. a tértem akkor. Meg. Igen, ez a társaság, és ez a társaság bővült természetesen. Először csak kis gengszterek, aztán jött voltak a nagyobb gengszterek. Tehát, Apukád, mit szólt ez az életvitelek? Apukám 20 éves koromban meghalt. Anyukám volt az, aki, aki hát ő egy dolgos asszony volt, ő abszolút, tehát ő nem ívott, nem voltak ilyen káros szenvedélyei, ő korán abba is hagyta a dohányzást, sokat betegeskedett, nagyon sokat dolgozott a vendéglátásban, nagyon sokat termelt nekünk, és ő nagyon-nagyon ment ebbe. Tehát volt úgy, hogy keresett engem az utcákon, és teljesen véletlenül megtalált, és akkor fölhúzta a, a pólómat, és akkor látta, hogy össze-vissza van lőve a karom, véraláfutásos ez borzalmas. Neki ez egy borzalmas ö, ö, sok volt, úgyhogy... Ö, 20 évesen hogy próbáltad feldolgozni apukád halálát? Nagyon szoros kapcsolatban voltatok? Szoros kapcsolatban voltunk, és az volt a, az egész, tehát a, hogy a hiányát, apám halálának a hiányát egészen ö, megtérésemig, és még a megtérésem ö, után is hordoztam, tudatalatt fényképével aludtam, és ez abból adódott, hogy nekünk nagyon sok vitánk volt egymással. Nagyon sok olyan dolgot kimondott, ami negatív az én életemben, negatív dolgot eredményezett az életemben, és sok be is jött. Nagyon hát nem meglepő. volt jó a viszonyotok, igazából? Volt egy időszak, amikor nem volt jó a viszonyunk, aztán a halála előtti egy év az olyan, az olyan kivirágzott. Tehát fölmentem hozzá a János kórházba, és, és, órákat beszéltünk, sétáltunk, akkor már nem ívott, akkor már megtudta, hogy tüdődaganata van, és akkor megpróbált egy kicsit úgy erőt venni magát, új életet, stb. stb. De mi már tudtuk, mert mondta az orvos, hogy sajnos nem fogja megélni a következő évet. Ő ezt nem hitte el, én sem hittem el, és akkor nagyon sokat beszélgettünk, ő egy nagyon élettapasztalt ember volt, ő is ilyen háttérből, fiatal ő is ilyen háttérben volt, amilyen be én később lettem. De aztán, amikor, amikor mi születtünk, akkor ő megpróbált normális életet élni, de vissza-vissza csapongott sokszor. A lényeg az, hogy, hogy akkoriában Fönt a János egyen nagyon sokat sétáltunk és nagyon sokat beszélgettünk, és annyira szerettem vele lenni, hogy egyszerűen fölnéztem rá, nagyon sokat tanultam tőle emberismeretből például, és. És hát úgy kellett engem elküldenie, hogy menjél haza, mert már fáradt vagyok, lepihennék, és mindig egy ilyen szakadás volt, amikor el kellett hagynom őt. És alig vártam, hogy másnap legyen, hogy hogy visszamenjek, és ezt az atyai hiányt ezt nagyon-nagyon sokáig, nagyon nehezen tudtam földolgozni. Tehát az akkor egy nagyon nagy törés volt, Igen. amikor, amikor Igen. elköltözött. És, Igen. És többet ugye nem tudtál vele találkozni. Tehát egy nagy hiány. Mindenkibe kerestem ennek. az apát. Uh -huh. nagyon, sok, nagyon sok idősebb barátom volt, és, és azokat, úgy, azokat úgy tiszteltem is. Tehát szerettem, tiszteltem, és, és megöleltem őket, szerettem őket. Tehát gyakorlatilag így, így ilyen apapótlóként néztem rájuk sokszor. Főleg, amikor részeg voltam. Akkor meg aztán ilyenkor kijön az emberből. Meg amikor be van... Cuccozva akkor ezek a műlelki dolgok, ezek kijönnek az emberből. Úgyhogy... Ezek műlelki dolgok, tehát valóságos alapja is van. Valóságos alapja Én is van, csak az a probléma... Rossz helyen van kijöntve. Igen, rossz helyen van kijöntve, igen, és egy pillanat alatt meg tud változni. Tehát, hogy nem maradandó, nem tartós, nem, nem tud építeni. Tehát nincs belőle épülés, rombolás van belőle, az én, tehát saját magam lelkében egy óriási romboló erő, és egy ilyen, egy ilyen mindent, mindenért okoló helyzet alakul ki az embernek a, a pszichéjében, meg a, meg a, lelkében. Úgyhogy aztán így fokozatosan így le tudott engem ez így építeni, és, és minden menedékem az ital volt és a drog volt, meg a szexualitás. Tehát az, ami, tehát rengeteg, tehát egy idő után rengeteg nővel tartottam kapcsolatot, és ö, igazából nem mindig a szexualitás volt az elsődleges, hanem hódítás. Nem, a hódítás, meg igen, hódítás, meg a hogy kellek. Uh -huh. Tehát az, hogy kellek. És legyen a barátom, legyen a szeretőm, legyen az anyám, legyen az apám, tehát egy ilyen egy, egy valami mindenkiben egy ilyen összegyúrt ö, 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 bomb. hát nem, nem is tudom, hogy nevezzem, tehát egy ilyen egy ilyen aki ad, akitől tudok kapni. de én is én is adtam, tehát én is magamból tudtam adni, de nyilván ezek is olyan inkább inkább a, a, az énemet, hogy kiszolgálja. Tehát az volt a, a cél. Egy ilyen torz lelkű keresés, nem egy... Természetesen, semmi, természetesen. tartott ez? Na, hát elég sokáig. Mm -hmm. Hát húsz, ugye mondtad, hogy a drogos időszak is az húsz több mint tíz év, húsz év volt, év. és... 20 év. 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 Tehát volt, amikor így egy picit így le, lejjebb álltam a drogtól, mert nagyon rosszul voltam, tehát, akkor, akkor, tehát volt olyan, hogy, hogy mentőt kellett hívni rám, meg nyolc napig voltam fönt... Nem aludtam nyolc napig, csak addig mentem haza, még a lábamat pihentettem. Volt olyan, hogy már lélegezni is alig volt erőm. Tehát fölmenni a lépcsőn, az egy fizikai képtelenségnek tűnt. Aztán volt egy olyan rosszul létem, amikor egy taxiba hazafele mentem, és, és egy ö, olyan görcs jött rám, amitől a kezem lábam begörcsölt az agyamat is úgy éreztem, hogy begörcsöl, a légzésem, minden, és a taxis szólt a visszapillantó tükörbe, megijedt, hogy mi van velem, úgy néztem ki, mint egy vámpír, vagy egy nem is tudom, egy ilyen torz valami, és akkor rögtön be az ügyeletre, ott zacskót húztak a fejemre, hogy abban lélegezzem vissza, és akkor ez a túl sok oxigéntől én begörcsöltem, és akkor azt, amit kilélegeztem, azt kellett visszalélegezni, most már így utólag tudom. Aztán hazamentem, a feleségem kihívta rám a mentőt, taxis vitt haza, kihívta rám a mentőt, szedukszan inekciót kaptam, de úgy, úgy dobogott a szívem, hogy azt hittem, hogy kiugrik az ablakon, de menni meg nem bírtam. Nem mondtam el a, a itt is egy, itt is egy ö, ö, helyzet, amikor meghalhattam volna, mert nem mondtam el a, az orvosoknak, hogy mit használtam, hanem csak azt mondtam, hogy fölidegesítettem magamat és adtak a másik karomba, ami nem volt szétlőve, azt nyújtottam oda, adtak egy szeduxen inekciót. És hát ezt így nem lehetett volna, tehát ez egy, ez egy rizikós dolog. A tehát... kombináció is Persze. Lehet, ja, ja, ja. Említetted, hogy a feleséged hívta ki a mentőt, hogy viselte ezt a életvitelt? Hát nagyon rosszul, nagyon szomorú volt. Nagyon sokszor láttam a szomorú arcát, el is hidegültünk egymástól, hát Hát gyakorlatilag majdnem úgy volt, hogy akkor még ő nem volt a feleségem, csak élettársi kapcsolatban voltunk, de elég régóta voltunk együtt, és hát ő mindig nagyon szomorú volt, sok volt a veszekedés, nagyon sok fájdalmat, megaláztatást okoztam neki, rengeteget fizikálisan is bántalmaztam őt, és borzalmas háromszor volt terhes tőlem, és mind a három gyermeket elvetettettem én. Tehát nem akartam megtartani. Ennyire egoista. Szóval ilyen nagyon-nagyon féltem a felelősségtől, nem. Tehát abszolút gyerek voltam. Abszolút gyerek voltam, még, még 30-40 éves korom elején is. Gyerekként éltem meg mindent. <kül> És amikor már akartam gyereket, a negyedik gyerek, az negyedik terhessége a, a feleségemnek, az négy és fél hónapos terhes volt, én éppen egy rendezvényt csináltam egy szórakozó helyen és akkor telefonált, hogy a vécén volt, és elment a gyerek. És be a kórházba, és akkor ott volt egy ilyen egészségügyi kaparás, és akkor utána elkezdtünk dolgozni azon, hogy legyen gyerek, elmentünk a cejzelendréhez, hogy ha valaki nem ismeri, ő egy nagyon híres orvos genetikus volt, családtervezéssel foglalkozott, sajnos már nem él. és akkor ott elkezdtünk egy ilyen terápiát, egy ilyen inekciókúrát, amit a feleségem már nem bírt, és abba kellett hagyni. Tehát gyakorlatilag nincs gyerekünk saját, neki az első házasságából uh -huh. van egy gyerek, akit én neveltem, nagyon jó a kapcsolatunk, és van négy unoka, aki a egy ilyen happy end a végén. A vagy. Vagy. Igen, tehát tulajdonképpen nem vérszerinti, de úgy tekintenek, mintha hogyha... Nagy. A igen. Igen, igen, igen. Ezekben a napokban, amikor ez a drogozás már a egekig csapott, akkor gondoltál le Istenre? Vagy amikor édesapádnak a, tudtad már a diagnózist, sőt, még azt is prognosztizálták, hogy nagyon hamarosan el kell költözni. Volt-e benned bármi, ami természetfelettihez? Keresés volt bennem. Hm. Ö, nagyon sokat olvastam. Ö, nagyon sok filozófiai művet olvastam, és a tudományban és a, és a gondolkodásban volt a bizodalmam, tehát az észnek egy bizonyos felmagasztalása, és az emberi tehetségnek. Ez kísért végig, aztán jöttek a folyamatos kudarcok, ami aztán mindig is idealista voltam, tehát kerestem egyfajta felsőbbrendű, hát nem tudom, akkor még nem személynek, tehát egy felsőbbrendű dolgot meg akartam ragadni. És olvastam a buddhizmusról, olvastam ezekről a keleti filozófiákról, ami úgy vonzott, és akkor hogy egy picit előrébb menjek, és ne legyen ennyire vontatott a dolog. A lényeg az, hogy, hogy Müller, Pétert. De a drámai részeknek is megvan a helye ebben a műsorban. Ezek még interjúk, hogy a kedves hallgatók velem együtt, velünk együtt. Hát a, a, egy drámai. A, a drámai részből a felemelkedés, de Jótont, a drámákat is írtál. Novellát, novellát, verseket. Na no, de a novelláit, de gondolom nem karintis stílusban. Nem. Hát e, volt, egyébként, egyébként nagyon szerettem a Woody Allen stílust, mm -hmm. tehát az, ami egy kicsit ilyen kicsit nagyon szarkasztikus és, mm -hmm. és cinikus, is, a humorom is egy kicsit cinikus, és sokszor sajnos ma is észreveszem, hogy még ebből van, amit le kéne faragni de nem akarok bántó lenni természetesen. Nem. De Lajos, de nagyon érdekes, hogy egy drogos, bűnözői élet, ahol a pénz van középen, és az élfajházat, hogy mondtad, a szexfüggést, azt sem úsztad meg a szexfüggőséget, illetve emellett egy, egy család. Szóval nagyon egy összetett életed volt. Egy nagyon bonyolult sokszor lehet, hogy volt olyan, nem, hogy akkor a káoszt éreztél magad körül, hogy ők ráadásul filozófiai műveket olvastál, buddhizmust, ez, 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 aztán nagyon össze tud zavarni, ez a sok minden. Igen, mert... Volt, hogy úgy érezted, hogy ez, ez, nagyon már viseltetlen? A drogoknak van egy ilyen hatása, csak arra gondolok, nem akarom rád erőszakolni. Hát az az igazság, hogy, hogy ezekben, a, ezekben a keszekusza útkereséseimben és, és olvasgatásaimban Uh, amiről épp akartam beszélni, hogy egy, egy Müller Péter könyv uh, során érintett meg engem személyesen a názereti Jézus Krisztus. Müller Péterről azt nem tudom, ismerik, elég népszerű író, és uh, buddhista alapokon ír, de ő egy kicsit ilyen ökumenikus, tehát az iszlám, tehát mindent elfogad, mindenben megtalálja az, azt, amit ki lehet ragadni, és akkor, és ő tipikusan ez a, ez a liberális, mindent elfogadó ö, személyiség, sok okos dolgot írt, és tetszett az írásai, stb. stb. stb., és akkor mindig írt az iszlámról, írt a buddhizmusról, és akkor írt Jézus Krisztusról, és azt vettem észre, hogy amikor olvasom Jézus Krisztust, akkor a szívembe valami öröm jön. És akkor én nem értettem. A többi utána... meg nem érezted ezt. Desek, a többi résznél meg nem érezted ezt. Többi résznél nem. Amikor megismertem, amikor írt Jézus Krisztusról, akkor, akkor kezdtem el megismerni igazából az ő személyét, mert idézett igéket. És meg hogy mit mondott? Jézus Krisztus, és akkor az úgy tetszett, hogy mit mondott Jézus Krisztus, és így és így. Néztem, hogy mondom, de jó, és már alig vártam, hogy megint Jézus Krisztusról írjon, mert mindig visszatért a buddhizm, hogy összehasonlította, stb. stb. saját véleményeket állapított meg, és akkor csak így néztem, hogy, hogy jó, ezt akkor lapozzuk, és akkor néztem, hogy mikor jön Jézus Krisztus megint, és akkor megint egy ilyen melegség, megint egy ilyen, egy ilyen feltöltődés, egy ilyen öröm, vagy hát egy ilyen szívbeli öröm jött. Akkor én még nem tudtam, hogy mi ez természetesen. Aztán az egy a, a baráti körünkből az egyik ember megtért hagy együtt csináltunk mindent. Majdnem minden nap együtt voltunk. Testi lelki, jó barátok. Már testit azt úgy értve, De. hogy test közelségben voltunk mindig. Félse valaki, úgyhogy. Nagyon-nagyon jó barátok voltunk, én még a mai napig nagyon szeretem őt, és ő tőle hallottam, ő megtért a, a híd gyülekezetébe. De úgyhogy egyik pillanatra a másikra megtért, és emlékszem, fölhívtam telefonon, fölhívtam telefonon, és akkor azt mondtam neki, hogy van egy okosság, és hogy csináljuk meg ennyi és ennyi pénzt lehet húzni rajta, stb. stb. És akkor azt mondta, hogy őt már ez nem érdekli. Mondom, jó van, persze, tudom, nem érdekel. Mondom, ennyi pénzről van szó. Azt mondja, hidd el, hogy engem ez már nem érdekel. És egy olyan személy mondta nekem, aki még jobban húzott engem mindig, mint ahogy én húztam őt a bűnbe és ez a személy és így megcsapott, hogy hát mondom, jó, és akkor elmondta, hogy megtért, stb. 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 Á, hát, mondom, jó van, majd ez is olyan lesz, mint a többi dolog, hogy zenéltél, meg ezt csináltad, meg azt csináltad, aztán majd megváltozik, majd helyre jössz, mondom, stb. 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 És akkor nem jött úgy helyre, ahogy én a szerettem volna, hála Istennek, ő 10-11 évig az urban volt, és Szolgált is, dicséretbe is szolgált, evangélizált is, úgyhogy sok helyen szolgált, sok eredmény is volt a szolgálata során, ilyen háttérből valók felé is szolgált, akik mély háttérből jöttek. A lényeg, a lényeg, hogy, hogy ketté váltak az útjaink, és én őtől egy idő múlva hallottam, mert fölkeresett, hogy hirdesse nekem az evangéliumot, beszélgettünk sokat, mondta nekem a dolgokat, stb. Én vitatkoztam vele, én azt mondtam, hogy ez hülyeség, fölhoztam filozófiai érveket, stb. stb. Idézgettél a Müller könyvből, nem? Például, vagy akár, vagy akár más filozófusoktól, vagy amiket megtanultam, Na, hát, és azokat gondoltam, hogy az a nagy okosság. igen, elmélet, így van, így van. És akkor tíz év eltelt. Ez volt a Happy Day, a Hitrádió napi életi válogatása.